De ebből is világosan kiderül, hogy azt az uralmat, amit Isten az embernek adott, azt az ördög az embertől elvette, az embertől ellopta. És ha feltesszük magunknak a kérdést, mert azért világos, igaz, az Édenkertben nem az ördögnek mondta Isten, hogy uralkodjál a mező vadjain, meg a földnek a dolgai, meg a teremtett világon, ezt az embernek adta át. Az ördög már mégis úgy beszél erről, hogy ez az övé. Hogy lett az ő tulajdona? A válasz nyilvánvalóan az, hogy a hitetés miatt. Azért, mert képes azt, aki az uralom eredetileg, elhitetni, és azt az uralmat, amit Isten odaadott az embernek, ezt az uralmat mi emberek használjuk Isten ellen, és mi emberek tesszük azt az ördög eszközévé. Ő azért képes uralomra juttatni ezen a világon embereket, meg befolyásolni embereket, mert mi azt, amit Isten nekünk adott, nem Isten szerint használjuk, hanem az ördög akarata szerint használjuk. Hiszen a világon az éhezés, a háborúk, a rettenetes dolgok és a szörnyűségek nem azért történnek meg, mert Isten így uralkodik a világon, hanem azért, mert mi emberek azt, amit Istentől kaptunk, rosszra használjuk. De miért használjuk rosszra? Azért, mert be vagyunk csapva. Az ördögnek a hitetés a legfőbb eszköze arra, hogy az emberek bűncselekedjenek. Hogy azt, amit Istentől kaptál, a testedet, a tehetségedet, az eszedet, a gondolataidat, a vagyonodat, a pénzedet, a családodat, a kapcsolataidat, mindent, amit van, amit Istentől kaptál, hogy ezt te ne Isten szerint használd fel, hanem az ördögnek szánd oda. Ugye így mondja az írás, hogy oda szántátok a tagjaitokat a bűnre, miután megtértetek, ugyanúgy szánjátok oda a tagjaitokat az igazságra. Mert amíg a bűnnek szántátok oda a tagjaitokat, addig a bűnt szolgáltátok, és annak a vége a halál, mert a bűn zsoldja, jutalma a halál. Most pedig szolgáivá lettetek az Istennek, ezért szolgáljátok az Istent. Miben történik meg a változás? Hogy bukott el Ádám? Ádám azért bukott el, mert elhitte az ördögnek a hazugságát, hitt a hitetésnek. És hogyan tudod visszaszerezni az uralmat ezek felett a dolgok fölött? És hogyan tudod azokat az áldásokat, amivel Isten megáldott téged, jó célokra használni? Úgy, hogyha megismered az igazságot. Mert megismered az igazságot, és az igazság szabaddá tesz. Felszabadít téged arra, hogy ezeket a dolgokat Isten szerint, Isten akarata szerint használd. Ezért egy nagyon fontos kérdés, a hit és a hitetés kérdése, az igazság és a hazugságnak a kérdése, mert ez dönti el, hogy az életedben levő áldások, az életedben levő tehetség és ajándékok, azok Isten fogják-e szolgálni, vagy pedig az ördögöt fogják-e szolgálni. Ez egy fontos kérdés, egy nagyon fontos szempont. Ráadásul az utolsó időkről a Biblia világosan azt mondja, amikor Jézus tanít ezekről a dolgokról, az utolsó idők egyik kulcs kifejezése a hitetés lesz. Amikor Jézus megkérdezték a tanítványai az olajfák hegyén, hogy mi lesz a te eljövetelednek a jele, honnan tudjuk majd, hogy elérkezett a korszakváltás, az időknek a vége, amikor az emberiség történetében egy újabb nagy fordulat fog beállni, akkor Jézus sok mindent mondott ott a tanítványoknak, de egy dolgot mondott, emelt ki háromszor is, és ez pedig a hitetés. Ugye a Máté 24-ben, a Lukács 21-ben, a Márk 13-ban vannak leírva ezek a dolgok. Én a Máté 24-ből szeretném ezt a három igét most felolvasni, amit Jézus kiemel. A következőt mondja. Máté 24:5 azt mondja, mert sokan jönnek majd az én nevemben, akik ezt mondják, én vagyok a Krisztus, és sokakat elhitetnek. Aztán a 11. versben azt mondja, és sok hamis próféta támad, akik sokakat elhitetnek. Aztán a 24. versben megint azt mondja, mert hamis Krisztusok, hamis próféták támadnak, nagy jeleket és csodákat tesznek annyira, hogy elhitessék, ha lehet, a választottakat is. A hitetés tehát nagyon erőteljesen jelen lesz az idők végén. A híres 1 Timóteus 4-ben ugye azt mondja az írás, hogy a szellem pedig, a Szentlélek pedig nyilvánvalóan mondja, hogy az utolsó időkben némelyek elszakadnak a hittől, hitető szellemekre és gonosz szellemek tanításaira figyelnek. És azt is megtudjuk, hogy ennek az eredménye valamifajta ilyen aszkéta életmód lesz, különböző ételektől való tartózkodás, a házasságtól való tartózkodás, a testnek a gyűlölete, az életörömnek a gyűlölete, valami ilyesmi az a kép, amit leír az írás. De itt is világosan azt mondja, hogy az utolsó időkben mi lesz nagy? A hitetés lesz nagy. És a hitetést mindig a
hitető okozza az embereknek az életében. A Biblia így is hívja, amikor a sátánról beszél, leplezetlenül beszél róla, a sátánt, az ördögöt hitetőnek is nevezi, hitetőnek is hívja. A Jelenések könyvében látjuk megjelenni a fenevadat, és a fenevad mit csinál? Elhiteti a föld minden népét. Aztán ő a háttérbe vonul, és kiemelkedik a földből a hamis próféta, ugye az antiillés, és ő is mit csinál az emberekkel? Elhiteti őket, hogy imádják a fenevadat. Azt olvassuk utána, hogy mikor Krisztus visszatér, akkor az ördögöt megkötözik ezer esztendőre is. Ez alatt, az ezer esztendő alatt az emberi történelem egy aranykort, egy fénykort él meg, amiről azt mondja a próféta, hogy olyan nagy lesz az Istennek az ismerete, úgy betölti a földet az Istennek az ismerete, hogy vízzel telve vannak a tengerek. És ez egy csodálatos idő lesz. Ám mégis azt olvassuk, hogy mikor eltelik az ezer esztendő, akkor ezt a hitetőt elengedik a fogságból, és ő feljön újból a földre, elkezd az emberek között működni, és elhiteti a földnek a népeit, Gógot és Magógot, hogy újból fellázadjanak az emberek ellen. Ez tehát a hitetés az ördögnek, a sátánnak az egyik legfőbb munkája, és az egyik legfőbb eszköze arra nézve, hogy az emberektől ellopja azt az áldást, amit Isten nekik adott, és azt a saját célja szerint használja fel. És ez tulajdonképpen az egésszel a nagy probléma. Ugyanis, mivel ez a te jogos tulajdonod, neked adta ezt Isten, rád bízta ezt az Isten, ezért használhatod a javaidat, az életedet, és mondom, az időt, a pénzt, a tehetséget, mindent érts bele, az, aki te vagy, belül és kívül, amit birtokolsz, és ami belül is vagy, meg itt fölül is vagy, meg amire képes vagy, amilyen határozott ember vagy, meg mindaz a jellemvonás, mindaz, ami benned van, mindennek az összességét, ezt az Isten, amit rád bízott, ezt használhatod Isten szerint, meg használhatod az ördög szerint is. És az, hogy Isten szerint használod, vagy az ördög szerint használod, az dönti el, hogy be vagy csapva, vagy nem vagy becsapva. El vagy hitetve, vagy nem vagy elhitetve. És mondom, az idők végén a Biblia hangsúlyozza, hogy nagyon nagy lesz a hitetés. Azt mondja a 2 Timóteus 3.13-ban. A gonosz emberek pedig és az ámítók nevekednek a rosszaságban, eltéveítvén és eltévejedvén. És szeretnék egy igét felolvasni, ami szintén az idők végéről szól, és világosan beszél a hitetésnek az erejéről, a nagyságáról. Ez a Tesszalonika levélben van, a második Tesszalonika levél második részében a következőt olvassuk. Ami pedig a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelét és a hozzávaló gyülekezésünket illeti, arra kérünk titeket, testvéreim, hogy ne veszítsétek el egyhamar a józanságotokat, és ne rémítsen meg benneteket sem valamely szellemtől származó kijelentés, sem a mi nevünkben elhangzó megnyilatkozás, sem valamiféle nekünk tulajdonított levél, mintha az Úr napja már közvetlenül itt volna. Senki semmiféle módon ne vezessen félre titeket, mert az Úr napját megelőzi a hittől való elszakadás, amikor megjelenik a törvénytipró, a kárhozat fia. Ez majd ellene támad, és fölébe emeli magát mindennek, amit Istennek vagy Szentnek mondanak. Úgyhogy még az Isten templomába is beül, azt állítva magáról, hogy ő Isten. Nem emlékeztek rá, hogy még amikor nálatok voltam, megmondtam nektek mindezt. És azt is tudjátok, hogy mi tartja vissza most még, hogy csak a maga idejében jelenjen meg. A törvénytiprás titokban már folyik. Csak hogy annak, aki azt most még visszatartja, el kell tűnni az útból. És akkor jelenik meg nyíltan a törvénytipró, akit az Úr Jézus meg fog ölni szájának leheletével, és meg fog semmisíteni eljövetelének fenségével. Mert ennek a törvénytiprónak az eljövetele a sátán munkája a hazugság minden hatalmával, jelével és csodájával. És itt szeretném ezt még egyszer felolvasni, szeretném ezt jól megjegyezni. Mert ennek a törvénytiprónak, ugye az Antikrisztusról van szó, az eljövetele, a sátán munkája a hazugság minden hatalmával, jelével és csodájával. Van tehát a hazugságnak jele és csodája? Létezik az, hogy jelek és csodák történnek, és azok mégis a hazugságot szolgálják? Igen. És ezt különösen nekünk, karizmatikusoknak szem előtt kell tartani, mert mi hiszünk a csodákban. Hiszünk Isten természet fölötti beavatkozásában. Hiszük azt, hogy Isten szól személyesen az emberekhez. És ez jó. És ez áldás. Akkor,
Ha meg tudjuk különböztetni a hazugságot az igazságtól. Ha meg tudjuk különböztetni az Isten szavát az ördögnek a hamisítványaitól. Aztán azt mondja a 10. vers. Nem csak a jelekkel, a hazugság jeleivel és csodáival, hanem a gonoszság mindenféle csalásával. Azok számára, és itt most szeretném, ha jól megjegyeznétek, kik vannak ennek kiszolgáltatva? Nézzük meg. Akik elvesznek, akik nem szerették az igazságot, hogy általa üdvözüljenek. Ezért szolgáltatja ki őket Isten a téveigés hatalmának, hogy higgyenek a hazugságnak, hogy ezáltal mindazok elvegyék ítéletüket, akik nem hittek az igazságnak, hanem a hamisságban gyönyörködtek. Kik vannak tehát kiszolgáltatva? Kik lesznek azok, akik vevők lesznek a hazugságokra és a hitetésre? Azok az emberek, akik az igazságot elvetették. Az igazság szeretetét nem fogadták be, hogy az igazság szeretete által üdvözüljenek. És itt megint van egy nagyon fontos dolog, amire felhívnám a figyelmeteket. Ez nem csak a végidőkkel, hanem a te saját személyes életeddel kapcsolatban is így van. Hogy a hitető önmagában nem elég. Mert a hitető bármilyen hazugságot mond, bármilyen csalást kitalál, bármilyen hamisítvánnyal áll az orrod elé, a másik oldalon kell lenni valakinek, aki hisz a hazugságban. Kell lenni valakinek, aki örömmel elhiszi azt, amit hazudnak neki. És ez kétféle mentalitást jelent. Ugye azt olvastuk, hogy növekedni fognak az idők végén a gonoszok a rosszaságban, eltévejedvén és eltéveítvén. Tehát ők maguk is egyre jobban eltévednek, és azokat is, akiket befolyásolnak, akikhez szólnak, őket is eltéveítik. Ugye Machiavelli óta tudjuk, hogy a hazugságot fel lehet használni arra, hogy az ember a céljait elérje. És sokszor nagy a kísértés arra, hogy az ember a hazugságot használja fel arra, hogy úgymond jó célokat érjen el vele. Ezek ilyen szent hazugságok, kegyes hazugságok, amiket jó cél, meg szent cél érdekében mondunk az embereknek. És lehet, hogy a cél nemes, de a célhoz vezető út mégis csapdába viszi az embert. De amit mondani szeretnék, amire fel szeretném hívni a figyelmet az, hogy nem csak annak van bűne, aki hazudik. Nem csak annak van bűne, aki megtéveszt. Nem csak annak van bűne, aki a hazugságot kitalálja, hanem annak is bűne van, aki ezt elhiszi. Kisebb a bűne akkor, ha naivitásból teszi. Ha azért teszi, mert megbízik abban az emberben. Bár az írás azt mondja, minden féltett kincsnél. Jobban őrizd a szívedet, mert abból indul ki minden élet. És itt ez alatt a Biblia azt mondja, most lefordítom magyarra, jól nézd meg, hogy kiben bízol. Kinek adod oda a szívedet? Jól nézd meg, hogy kibe veted a bizalmadat. Azért, mert a bizalom az embernek drága kincse, az életnek a forrása. Amikor egy jó emberben megbízol, a feleségedben megbízol, a szüleidben megbízol, a barátodban megbízol, az élet forrása, az édes bizalom, amiben együtt vagyunk, az az élet forrása az ember számára. Rengeteg áldás és szinte minden jó ebből származik. Amikor köztem és az Úr között édes bizalom van, abból élet származik. És ezért mondja a Zsoltáros is, hogy te, akivel együtt jártunk a templomba, te emelted fel a kezedet ellenem. Akikkel együtt ültünk édes bizalomban az asztal körül, akivel együtt mártottuk a falatot, a tálba. Az árulás, a szívnek a meglopása, a bizalomnak az összetörése, az nem egyszerűen csak arról szól, hogy megromlik egy emberi kapcsolat, az egy halálos csapás a másik ember belső természetével szemben. Sokkal nagyobb bűn az Isten szemében, higgyétek el, ez ugyanolyan gyilkosság, a belső embernek a legyilkolása. És ezért nagyon nagy áldás, ha van bizalom. És ezt a bizalmat jött az ördög tönkretenni közted és az Isten között. És az első bűn is eset is így történt, hogy oda jött az ördög, és a bizalmat megkérdőjelezte. Valóban? Tényleg? Úgy van? Nem csak arról van szó? Hogy az Isten téged valamitől megfoszt? Ő tud valamit, de neked nem köti az orrodra? Valóban érdemes megbízni benne? Valóban érdemes rábíznod magad? És ez gyakorlatilag ez a kérdés, ez a feszítővas, amivel megpróbálja a bizalmat összetörni közted és Isten között, ez a hitetőnek a legerősebb és a legnagyobb fegyvere. A Biblia azt mondja, álljatok ellen az ördögnek és elfut tőletek. Nagy hatalma van az ördögnek?
Amúgy nagy hatalma van, igen. Ezt is Istentől kapta. És csak Isten korlátai között használhatja, ez is világosan kiderül a Bibliából, hogy nem úgy van, hogy azt sem, amit akar. És mégis ezt a nagy hatalmú szellemi lényt te megfutamodásra tudod késztetni. Azt mondja, állj neki ellen, és elfut tőled. De hogyan tudsz neki ellen állni? Azt is megmondja ott az írás, hogy ragaszkodj az igazsághoz. Ragaszkodj ahhoz, ami meg van írva. A názareti Jézus mivel állt ellen az ördögnek? Mivel bírta rá az ördöget, hogy békén hagyja, és hogy megfutamodjon tőle? Mivel? Az igazságnak az erejével. És ugye mondtam már számtalanszor, de mondom újból. Az ördög, amikor nyom téged a körülményeiden, a kapcsolataidon, a pénzügyeken, az akármin keresztül, ő neki nem a pénzet kell, még csak nem is az egészséget kell, neki a hitet kell. Ő a bizalmat akarja megrontani közted és az Isten között. És ott van, és azt mondja, hogy hát ez az Isten, aki állítólag jó, aki állítólag mindenható, aki állítólag ilyen, meg aki állítólag ilyen. Na most akkor hol van? Na most akkor mit csinál? Na most akkor miért hagyta? Na most akkor miért nem? És ez ott van minden egyes embernek az életében, és mindannyian ennek ki vagyunk szolgáltatva. És ezért a legnagyobb kincsünk a hit, a bizalom. Hogy bízunk az Úrban, és bízunk Istenben. És ezt a hitet és ezt a bizalmat jött a názareti Jézus Krisztus helyreállítani közted és az Isten között. De ennek a bizalomnak az alapfeltétele, illetve ez a bizalom az alapfeltétele az Istennel való kapcsolatodnak és közösségednek. De a következő nagyon fontos dolog az az, hogy meg tud különböztetni a hazugságot az igazságtól. Akkor most már nem csak a hitetésről szeretnék beszélni, mint veszélyről, hanem szeretném megmutatni az ellenszerét is, és ehhez oda kell lapoznunk a szaduceusok és Jézusnak a vitájához. A Márk 12.24-ből szeretném felolvasni ezt a történetet. Jól ismeritek, a szaduceusok ugye szintén tévelyektek, nem hittek a test feltámadásában, és ezt még azt gondolták, hogy alá is tudják támasztani, azzal, hogy a Mózes törvénye ugye előírta a sógorsági házasságot, az úgynevezett levirátust, és azt mondták, hogy hát akkor van ugye a 7 testvér, aki mind egy nőt vettek feleségül, sorba meghaltak, mindenki megörökölte az özvegyet, hát akkor, ha a test feltámadása megtörténik a mennyben majd, mikor testben lesznek, senki nem tud igazságot tenni a 7 férfi meg az egy asszony között, mert mind a 7 férfinek egyforma joga van az asszonyhoz, az asszony testéhez, és akkor nem lehet igazságot tenni. Tehát, ha volna a testnek a feltámadása, mondják a szaduceusok, akkor ilyen törvényt a Mózes nem adott volna és nem hozott volna, íme a bizonyíték arra, hogy nincs a testnek a feltámadása. És az volt a probléma, hogy ez egy olyan ravasz és nyakatekert érvelés volt, hogy a farizeusok jó gondolkodás módja szerint, hogy a farizeusok nem találták rá az ellenszert. Sehogy se tudtak ezzel mit kezdeni. Úgyhogy amikor Jézus felment a szentélybe, és a halála előtt fent szolgált a templomba, akkor hát sokféle vita volt, és mindenki előállt a maga nagy ötletével, és Jézushoz mentek, és kérdezgették, és amikor Jézus ugye a feltámadásról tanított, akkor jöttek a szaduceusok, és előálltak a Jolly Joker történettel, a gombászó asszony történetével. Aki hozzáment a legidősebb fivérhez a 7 testvér közül, nagyon szerette a gombát, és minden gombaszezonyban egy fivért elfogyasztott. Rajta próbálta ki, hogy ehető a gomba, vagy nem ehető a gomba. Mit válaszol Jézus? Elolvasom a történetet 18. verstől. Ezután szaduceusok is jöttek hozzá, akik azt mondják, hogy nincs feltámadás, és ezt kérdezték tőle. Mester, Mózes előírta nekünk, hogy ha valakinek a testvére meghal, és asszonyt hagy hátra, de nem hagy gyermeket, akkor a testvére vegye az asszonyt, és támaszon utódot az ő testvérének. Volt 7 testvér. Az első megnősült, és amikor meghalt, nem hagyott utódot. A második is elvette az asszonyt, és meghalt úgy, hogy ő sem hagyott utódot. Ugyanígy történt a harmadikkal is, és a 7 közül egy sem hagyott utódot, végül meghalt az asszony is. Mert nem volt kit megkínálni a gombával. A feltámadáskor, amikor majd ezek feltámadnak, melyiké lesz az asszony? Mert mind a 7-nek felesége volt. Jézus ezt mondta nekik. Vajon nem azért tévelyektek-e, mert nem ismeritek az írásokat, sem az Isten hatalmát?
Mert az emberek, amikor már feltámadnak a halálból, nem nősülnek, férjhez sem mennek, hanem olyanok lesznek, mint az angyalok a mennyekben. Arról pedig, hogy feltámadnak a halottak, vajon nem olvastátok Mózes könyvében, hogy mit mondott neki Isten a csipkebokornál? Én vagyok Ábrahám istene, és Izsák istene, és Jákob istene. Az Isten nem a halottak istene, hanem az élőké. Ti tehát nagyon tévelyektek. Amire a figyelmet szeretném felhívni ebből a történetből, az a 24. versben van. Jézus ezt mondta nekik, vajon nem azért tévelyektek-e, mert nem ismeritek az írásokat, sem az Isten hatalmát. Mi volt tehát ezeknek az embereknek a tévelygésének az oka? Miért tévedtek el? Miért voltak becsaphatók? Két okot nevez meg az Úr. Az egyik, hogy nem ismeritek az írásokat. De mit értett ez alatt? Hát hiszen ezek főpapok voltak, ezek írástudók voltak, talán kívülről is tudták az írásokat. Mi az, hogy nem ismeritek az írásokat? Nyilván nem az írásoknak a betűjére gondolt, hanem miben nem hittek ezek az emberek? Az írásnak a természetében, abban, hogy az Isten igéjében egyetlen szó nem származik ember akaratából. Ma is nagyon sok olyan felekezet van, aki hirdeti a Bibliát úgy, mint egy mellékesen. De nem hiszik el, hogy ez az Istennek az igéje. Hanem hát valami emberi családság termékének tekintik. És miért tekintik annak? Mert valóban Isten nem egy rendszeres teológiai művet adott nekünk a kezünkbe, hanem húsvér emberek egy konkrét történelmi helyzetben más húsvér emberekhez, gyülekezetekhez írtak leveleket, konkrét dolgokra, napi kérdésekre adnak választ, és Isten azt várja el tőlünk, hogy ezekből mi megértsük, hogy a korintusi levélben van nekünk üzenet? Van Budapesten üzenet a korintusiaknak írt levélben? Van. Szól üzenet az efézusi levélben a budapesti embereknek? Meg a magyar embereknek? Szól a zsidókhoz írt levél, szól a magyar emberekhez? Igen, szól. És a mi dolgunk az, hogy ezt az üzenetet megtaláljuk ebben. De hogy tudjuk ezt megtenni? Azért tudjuk megtenni, mert tudjuk, hogy ez nem egyszerűen emberek levele emberekhez csupán, hanem ez az Istennek a beszéde. Hogy a teljes írás az Istentől ihletett. És ez nem valami protestáns találmány. De nem arról van szó, hogy tényleg a középkorra, vagy mi a protestantizmus idejére kiderült, hogy az egyház messze eltévejedett, és eltávolodott Jézusnak és az apostolainak a dolga. Az egyház nagyon római lett. Annyira római lett, hogy inkább a római birodalom örökösévé vált, semmint a názareti, a zsidó názareti Jézus Krisztus és az a zsidó tanítványainak, apostolainak az örökösévé. És olyan lett, mint Róma. És nem olyan lett, mint az Isten országa. És nem csak arról van szó, hogy akkor rájöttünk, hogy hú, hát mi lehet ennek az eltévedésnek az oka? Az, hogy eltévedtünk az üzenettől. Hogy elhittük, hogy valami földi szervezet helyettesítheti az Istennek az igéjét. És akkor térjünk oda gyorsan vissza. Ez egy nagyon-nagyon fontos és jó dolog. És egy nagyon komoly felismerés volt. És nagyon sok áldás származott belőle, és származik belőle mind a mai napig. De nem csak erről van itt szó, hanem arról van szó, hogy maga Jézus és maga az apostolok is erről így gondolkodtak. Ha megnézed Jézusnak az életét, rengetegszer mondja azt, hogy ezt azért teszem, mert így van megírva. Pál apostol, mikor ott áll a helytartó előtt, és akkor már nem nagyon lehet ott kamúzni össze-vissza, meg hamukázni, élet-halál kérdés volt, vagy megmondja a tutit, vagy nem. Elmondta azt, hogy hát nézd, helytartó a helyzet az, hogy bár sokan próbáltak megölni, évek óta próbálnak megölni, én minden mai napig állok, és kicsinnek és nagynak bizonyságot teszek az Úr Jézus Krisztus evangéliumáról, és semmit azon kívül nem mondok, ami megvan írva Mózesnél és a prófétáknál. Teljes összhangban levőnek látta Pál apostol az általa hirdetett evangéliumot Mózessel és a prófétákkal, az Ószövetségnek az igéivel és az ígéreteivel. Amikor a názareti Jézushoz elmentek, és azt mondták, hogy hát miért nem tartod meg a hagyományokat, meg miért nem tartod meg a nagy tekintélyű testületeknek a rendelkezéseit? És Jézus azt válaszolta, hogy a nagy tekintélyű testületek miért bírálják felül az Isten igéjét? Minek van elsőbsége? A nagy tekintélyű testületek rendelkezéseinek, vagy pedig az Isten igéjének? Jézus mi mellett tette le a voksot? Azt mondta, hogy igenis, az igének van elsőbsége. És ha a nagy tekintélyű testületek felül akarják bírálni az Istennek az igéjét, akkor nem a nagy tekintélyű testületeknek van igaza, hanem az Isten igéjének van igaza. És Jézus nem volt protestáns.
Vagy mégis. De nem azért mondta ezt, mert Luther Márton megfertőzte. Mert Luther Márton 1500 évvel később élt. És fordítva történt a dolog. Luther Márton is erre jött rá, hogyha Jézus és az apostolok az írásokból vezették le a saját küldetésüket, és az Istennek az akaratát, hogy meg tudják különböztetni a jót a rossztól, meg tudják különböztetni a hitetést az igazságtól, ahhoz nekik szükségük van az írásokra. Jó, de tudjuk, na, rendben van, az írások, oké. De hát hányféle ostoba magyarázatot hallunk az írásokból is, nem? Működik a hitetés a pulpitusról? Működik a hitetés abból, hogy felolvassák neki, hogy ez az Isten igaz beszéde? Hányszor hallottam én is, hogy nem azért, hanem azért, mert az Isten igéje ezt mondja. És kinyitottam a Bibliámat, és eleinte elfogadtam, hogy igen, tényleg, hú, az Isten igéje ezt mondja, aztán rájöttem, hogy nem azt mondja. Félreértelmezték az Istennek a beszédét. Félreértelmezték az Istennek az igéjét. Az első legfontosabb dolog tehát, hogy higgy abban, hogy Isten gondját viselte az igének. És hogy az ige a számodra az igazságnak a forrása. Hasznos az igazságban való nevelésre. Pál se tudott jobbat írni Timóteusnak. Azt mondta, hogy kora gyermekségettől fogva ismered az írásokat, amik téged bölcsé tehetnek, és megőrizhetnek téged az Istennek az útján. Nem tudunk jobbat az írásoknál. Az írások az igazság forrása a számodra. Ha nem akarsz tévegésbe esni, tanulmányoznod kell az írásokat. És persze, az írások tanulmányozásának van egy felszínes része, vannak mélyebb rétegei. Az írások tanulmányozása az egyik legfontosabb tudomány talán az embernek az életében, és ahogy a matematikával, a fizikával, kémiával, mit tudom én, micsodával is úgy van, hogy nem mindenki tud a legmélyére leásni, különböző szinteken vagyunk, ez rendben is van. De neked energiát és munkát kell abba belefektetned, hogy az írásokból te kibányázd a magad számára a dolgok. Hogyan tudod eldönteni, hogy a pulpitusról az igét, igazságot hirdetik, vagy nem az igazságot hirdetik a számodra? Csak úgy, ha te magad is jártas vagy az írásokban. Nem így van? Jártas kell legyél az írásokban. A matematika sem egy egyszerű dolog. Amikor lementél az iskolába, első osztályba, kinyitottad a matematika könyvet, láttad, hogy fú, milyen bonyolult dolgok vannak benne, és akkor az ember mondhatja azt, hogy jaj, ez nekem túl bonyolult. De nem olyan túl bonyolult, el kell kezdeni szépen megtanulni az első lépést, második lépést, harmadik lépést. És az írások tanulmányozásának nincs vége. Azt újból és újból meg kell tenned. Azért, mert amikor már ismered Istent valamilyen szinten, az ige elkezd megnyílni előtted, és az igéből nagyon sok áldást fogsz venni. De ha abba a tévképzetben ringatod magad, hogy te már mindent tudsz. Mindig látom az emberek tekintetén, lesz bibliaiskola. És akkor a szemükön így a kijelzőn átvillan, hogy már voltam bibliaiskolán, nem érdekes. Semmit nem tudsz úgy még, ahogy tudnod kellene. Ha csak egyetlen egy könyvet adott volna nekünk Isten, vagy egy fejezetet a Máté evangéliumából, értitek? Azt is 2000 év óta tanulmányoznánk folyamatosan oda-vissza, előre-hátra, még mindig lenne benne olyan, és van is benne olyan, és lesz is benne olyan, amit még nem tudunk és nem értünk úgy, ahogy értenünk kellene. Ez hozzáállás kérdése, nem ismeretmennyiség kérdése, nem annak a kérdése, hogy hány éve tanulmányozod, milyen iskolákat végeztél el, milyen könyveket olvastál el. Ez éhségnek és szomjúságnak a kérdése, hogy hogyan állsz hozzá az Isten beszédéhez, hogy hogyan állsz hozzá az Isten igéjéhez, hogy porosodik a Biblia polcodon, vagy leveszed, és azt mondod, hogy kinyitom és olvasom, mert tudni akarom, érteni akarom, ismerni akarom, éhezem és szomjazom az igazságot, és aki éhezi és szomjazza az igazságot, az ígéret szerint meg elégítetik. Ha nem teszed, kiszolgáltatod magad a hitetésnek. Nagyon tetszetősen lehet hülyeséget prédikálni innen-onnan összeszedett igékkel. Most megkímélek benneteket a példáktól, de tudnék párat mondani. Be lehet bizonyítani bármit az igéből, meg annak az ellenkezőjét is 5 percen belül. De ahhoz, hogy te felismerd az igazságot, járatosnak kell lenned az igében. Ez az egyik. A másik dolog az Istennek az ereje. Az Istennek az ereje. Mi az Istennek az ereje? Itt két fontos dolgot kell látni. Az egyik, hogy kell legyen egy istenképed. Nagyon gyakran, amikor a nehézségeken megyünk keresztül, akkor ez az istenkép elhomályosul. És úgy gondoljuk, hogy Isten azt mondta ugyan, de hát ez lehetetlen.
Gondoljatok csak Mózesre, akire rásírtak, hogy húst akarunk. Adj nekünk húst a pusztában. És Mózes megkeseredett, és elfáradt, és elege volt már a keserű emberekből, az ugolódókból, tele volt a hócipője. Azt mondta Istennek, öljél meg, legyen vége. Nem akarok állandóan szembesülni azzal, hogy ez a sok probléma, és ilyen kicsi az erőnk, és ilyen kicsi a lehetőségeink. Ezt mondta Istennek. És Isten azt mondta, nyugi, lesz hús. Holnap. És Mózes mit mondott? Jaj, de jó, akkor kihirdetem. Nem ezt mondta. Hanem azt mondta, hát hogy? Hát mi? Hát kifogjuk az összes halat a tengerből? Vagy barmok százait vágják? Vagy ablak nyílik az égen, és hús fog potyogni? És Isten visszakérdezett. Megrövidült-e az Úrnak a keze? És Mózes visszavett a gázból azonnal. Rájött arra, hogy nem az Isten változott meg, ő változott meg. A küzdelmek, a nehézségek, a csalódások, ott volt a kis ördög, ráült a vállára, és mondta neki, valóban? Valóban? Na és mi lesz, ha nem? Mi lesz, ha beleállsz a földbe? Itt fogtok elpusztulni. Mindig ezzel jöttek az emberek. Csak azért hozták ki minket Egyiptomból, hogy itt pusztuljunk el. De ez kinek a hangja volt? Az ördögé. Ott hagytátok a jó kis húsos fazekat, a párhagymát. Az sosem mondta, hogy ott hagytátok a korbácsot, meg a robotot, meg a legyilkolt gyerekeket. Az hirtelen megszépítette. Párhagyma, húsos fazék, mindent elhomályosított egy szempillantás alatt. Egyszer homó, ilyenek vagyunk mi emberek. Sokszor a küzdelmekben, a nehézségekben elhomályosodik, hogy ki az Isten. Szegény Ábrahám is 25 évig várt arra az örökösre. És hány csalódáson ment keresztül. Először azt hitte, a Lót lesz az ő örököse. Lót elhúzott Szodomába. És látta Ábrahám, hoppá, a jobb is, hogy nem lesz az örökösöm, mert ez a csávó valahol el van tévedve. Olyasmitől várja a boldogulást, amiben bűn van, hát az nem fog működni, nem fog menni, és külön váltak. És már lehetett a különválásnak is az volt az oka, hogy vitatkoztak a juhokon, meg veszekedtek a pásztorok, már a mohóság, a kapzsiság már ott volt. És Ábrahám azt mondta, figyelj, ne veszekedjünk, testvérek vagyunk. Ha te jobbra mész, én megyek balra. Ha te balra mész, én megyek jobb. Nézd körül, válasz ki azt a helyet, amit a legjobbnak tartasz, menj oda, én meg megyek másfelé, mert tudom, hogy nem a legelő, nem a körülmények fogják eldönteni, hogy áldott leszek, vagy nem leszek, hanem az, hogy az én Istenemmel hogyan járok. Lót pedig azt gondolta, ó, legjobb helyet kiválasztom magamnak. Az Éden kertje. Úgyhogy Lót balra el. Akkor Ábrahám várta, hogy legyen örököse. És amikor Isten megáldotta őt, kiszabadította Lótot a fogságból, ugye előre jelezte már ez a kataklizma, a Szodomának a bukását, akkor elmegy Ábrahám, kiszabadítja Lótot, visszaadja Szodomának a cuccait, és azt mondja, hogy cipőfűzőt se veszek el abból, ami a tiétek, mert tudom, hogy később azt mondanátok, hogy mi miattunk lett ez az Ábrahám ilyen gazdag. És nem akarom, hogy ezt tartsátok rólam, hogy a Szodoma hadizsákmánya miatt lettem az, aki lettem. Nem kell semmi, egy cipőfűző se kell, vigyétek. És utána Ábrahám félt, és Isten meglátogatta őt, és azt mondta, igen, Ábrahám, látom, hogy Isten félelemben tetted ezt a dolgot. Nem tudott megigézni téged a Szodomának a kincse. Ezért a te jutalmad felette igen bőséges. Mire Ábrahám nagy hittel azt mondta, jutalom, jutalom, milyen jutalom, mikor az én házam örököse a damaszkuszi Eliézer lesz. És akkor Isten azt mondta, hogy nem a damaszkuszi Eliézer lesz, hanem egy olyan örökösöd lesz, aki te tőled származik. És akkor Ábrahám várt egy évet, várt két évet, várt három évet. Aztán eljött a negyedik esztendő, majd az ötödik. És utána a hatodik. És Ábrahám várta, és nem jött a gyermek. És Ábrahám megöregedett. És Sára is megöregedett. És egy napon Sára azt mondta, már évek óta várunk, hogy az ígéret beteljesedjen. Hát, ha Isten nem arra gondolt, hogy tőled meg tőlem, hanem hogy csak tőled. Itt ez a Hágár, jó széles, csípőjű, derék teremtés, olyan szülnivaló asszony, egyiptomi fajta, próbálkozzunk. Az ki tudja, nem csak
gyerek lesz, hanem még a végén még amiatt, hogy én ilyen nagy jót teszek veled, és a saját rabszolgámat odaadom neked ágyasnak, hogy ezáltal még az Isten engem is megtalál látogatni. Na, megszületett Iszmael, és akkor Ábrahám csinálta a gyerekkel, készítette Iszmaelt, az eljövendő világnak te leszel az örököse. És az Úr szólt hozzá, szövetséget kötött vele, körülmetélkedett Ábrahám is, körülmetélkedett Iszmael is, és úgy nézett rá Iszmaelre Ábrahám, hogy na, ő lesz az én örökösöm. És amikor Isten újból meglátogatta Ábrahámot, ó, vaj, ha Iszmael élne előtted. És Isten azt mondta, nem, hanem ez a fiú, ez Sárától fog születni. És mikor Ábrahám meghallotta a jó hírt, azt mondta, halleluja! Hiszek, Uram, nem ezt mondta, hanem mit mondott? Azt mondta, micsoda, ennek a vénasszonynak lesz gyereke? Hát ki hiszi azt már el? Nem ezt mondta? Azért hívták a gyereket nevetésnek, mert aki csak hallott róla, nevetett. Mikor Ábrahám meghallotta, nevetett. Még, hogy Sárának gyereke lesz. Mikor Sára meghallotta, nevetett. Még, hogy Ábrahámnak gyereke lesz. Mikor Sára megtudta, hogy terhes, azt mondta, mindenki ki fog röhögni. De amikor megszületett Izsák, mindenki nevetett a boldogságtól. Sára is, Ábrahám is, meg aki csak hallotta. Így lett a gyerek neve Yitzhak. Szabad magyaron lefordítva Hahota. És várt Ábrahám, és ő is sokszor elkeseredett a várakozás közben, pedig az ígéreteknek a birtokosa volt. Ő is hozzánk hasonló volt. És mi is gyakran járunk az úton, és úgy tűnik, hogy nem tudunk célba érni, és az ember ilyenkor elkeseredik, és elveszti a szem elől azt, hogy ki is az Isten, aki az ígéretet tette. Persze, az írásokban meg van írva, ott vannak az ígéretek, tudom, hogy Isten megígérte nekem, de hát már mióta várok? Azt reméltem, hogy na most, vagy hogy majd jövőre, na most ez akkor be fog jönni, ő a királyfi a fehér lovon, aztán oj, elment, oj, a csoda vigye el. Ő az én hamupipőkém, az én csipkerózsikám, átvágtam magam a bozóton, megcsókoltam, felébredt, és a barátomba szeretett bele. Millió csalódás érheti az embert ezeken az utakon. És ilyenkor az ember hajlamos arra, hogy elveszítse a látását Istenről. Tényleg, vajon Isten meg tudja ezt tenni? Meg tudja ezt csinálni? Tényleg úgy lesz, ahogy az ige mondja? Tényleg lesz ilyen az idők vége? Meg lesz ilyen, hogy Antikrisztus? Meg lesz ilyen, hogy az Úr vissza fog jönni? És meglátja őt minden szem? Tényleg? Tényleg az egyház, mint... Látos mennyasszony elő fog állni? És a Feri erről beszélt a múlt héten, hogy lesznek olyan emberek, akik az igazságot szeretik, és őket Isten felkészíti, mint mennyasszonyt a vőlegény számára. És lesznek olyanok, akik meg a hazugságnak hisznek, és őket is felkészíti az ördög, egy olyan utálatos prostituálttá válnak az idők végén, amire Isten azt mondja, hogy távozz tőlem. És az egésznek a kiindulása a 2 Korintus 12-ben van, ahol azt mondja a Pál apostol, hogy féltelek benneteket, hogy ahogy a kígyó becsapta Évát, ugyanúgy titeket is megcsal a kígyó, és eltávoztok. Mert én eljegyeztek benneteket, mint szűz leányt a vőlegényének. Én úgy jegyeztelek el benneteket a Krisztusnak. De agódom miattatok, hogy benne csapjon a kígyó, meg ne csaljon benneteket. Mert a kígyónak ez volt a célja, hogy azt, aki elhívott az Isten arra, hogy mennyasszony legyen, azt ő egy prostituáltá akarja tenni. A Szentlélek fel akar téged ékesíteni, az igazsággal, a szentséggel, hogy szép legyél, hogy ékes legyél. Annyira jellemző, amit az István is elmondott. Hogy belevetette magát ebbe, belevetette magát abba, belevetette magát a csajozásba. Most ugye vannak az ilyen fesztivál, az olyan fesztivál. Fiatal emberrel találkozom, miért mész a fesztiválra? Hát mert ott olyan buli lesz. És mit értesz a buli alatt? Hát piálunk. És miért van szükséged, hogy piáljál? Hát mert akkor úgy felszabadít, akkor elvesztem a gátlásaimat. Hát oké, rendben van. És mit gondolsz, hogy mikor éreznéd jól magad? Hát azért az lenne a jó, ha be tudnák csajozni. Minél több csajt meg tudnák szerezni,
az lenne az izgalmas, akkor lenne a buli igazán jó, és tulajdonképpen nem is a zenéért megyek oda, még csak nem is a haverokért megyek oda, hanem hogy hát, ha orromra akad valami nő. Na és mondom, szeretnéd utána leélni vele az életedet? Dehogy is, hát nem, hogyne, hát nem. Hát ha esetleg olyan. De milyen? Hát olyan, hogy szeretném vele leírni az életemet. De hát azok a csajok nem ilyen bulikra járnak, mondja ő. Hát mire vágysz? Hát, és akkor kiderül, hogy beszélgetünk, hogy ő tulajdonképpen arra vágyik, hogy őt, egyedül, őt magát, valaki annyira szeresse, hogy az egész életét képes vele leélni. Ő valaki olyasmire vágyik, aki a tisztaságban, szentségben csak őt szereti, és a világ végére is képes ő érte elmenni, és még akkor is hisz benne, amikor ő már nem is érdemli meg. Ilyen valakire vágyna. De hol keresi? Egy galambot keres magának. A vájunál, a disznók között. Hello! Megy és túrja a trágyadombot, hogy hát, ha ott van az igaz gyöngy. El van hitetve? El van hitetve, mert azt hiszi, hogy na, ez majd ő neki meghozza azt a szomjúságot, amit érez, azt a hiányt, ami az életében van, azt így majd, akkor az majd jó lesz. És kiderül, hogy nem lesz jó. Akik végigmentek, tudják, hogy nem lesz jó. Belemásznánk abba, hogy hányféle hitetés van az emberek életében, rengeteg, rengeteg féle van. Én most egyről szeretnék beszélni, mert ez a bögyönben van, és szeretném nektek elmondani. Most megint ugye egy olyan korszakba ért ez a mi kis szeretett országunk, amikor az emberek csalódottak és kiábrándultak. Nem szeretnék politizálni, nem érdekel egyik politikai párt sem. Ezek a csalódottságnak és kiábrándultságnak az igazi oka én szerintem nem a politikai pártok elsősorban, hanem az, hogy amikor az emberek 20 évvel ezelőtt azt mondták, hogy legyen kapitalizmus, meg legyen rendszerváltás, akkor nem tudták, hogy mire mondják, hogy legyen. Ugye ne felejtsük el, hogy azért a rendszerváltást ebben az országban nem az hozta el, hogy az emberek az elméjükben rájöttek arra, hogy a szocializmus meg a marxizmus az egy hazugság. Nagyon kevesen jöttek erre rá, hogy ez az egész úgy, ahogy van, egy hazugság. Mi buktatta meg a rendszert? A Gorenje forradalom. Akik emlékeztek rá. 89. Május 1. Március 15-e. Mikor vitték ki a rokkant nagymamát a valutalappal ki Bécsbe, a Mariahilfen Strasszére, hogy megvegyék a Gorenjét. És jöttek haza a Warburgok meg a Trabantok. 1 millió ember ment ki a Mariahilfen Strasszére. 89. március 15-e, vagy május 1-én, már nem emlékszem. 89. Tele volt vele az újság minden hír, rajta röhögött az egész világ. 1 millió ember trabantozott ki a Mariahilfen Strasszére fagyasztó szekrényért. Ez volt a mi rendszerváltásunk, emberek. Aztán jöttek a politikai pártok, próbálkoztak így, úgy, amúgy, emígy. Mi pedig azt reméltük, hogy igen, jön a kapitalizmus, és akkor minden szép lesz és jó lesz. Mi is olyan gazdagok leszünk, mint a nyugatnémetek, meg a franciák, meg az angolok, az amerikaiakról már nem is szólva. Jöjjön az a tőke, jöjjenek a vállalatok, az ipar, a bankok, jöjjön mindenki, és eltelt 20 év, és rájöttünk, íme a kapitalizmus sem boldogít. Nem fenékig tejföl. Miért is nem? Azért, mert a kapitalizmus az olyan, hogy a kis halat megeszik a nagy halak. Akkor mégis igaza volt Marx elvtársnak. Mert a kapitalizmus az olyan, hogy akinek van pénze, az kizsákmányolja azt, akinek nincs. És amikor ide jön a tőke, és ide hozzák a tőkét, és fel a szép bank, csillogó banképületbe te oda bemész, akkor nem azért akarnak neked hitelt adni, hogy jót tegyenek veled, hanem azért, hogy jól keressenek rajtad. Na most, sok ember ezért van kiábrándulva a rendszerváltásból. Mert rájött arra, hogy az, amit ő a szocializmus, azt hitte, hogy a szocializmus ellopott tőle, azt majd a kapitalizmus visszaadja neki. És nem adja vissza neki. És amikor tele vagyunk frusztrációval, és akkor nagyjából 20 év után már úgy lecseng nekünk, hogy hol lesz a helyünk. Hogy ipari rabszolgák leszünk, esetleg valahogy ellavírozunk, talán sikerült a szerencsések közé bekerülni,
És mi lehetünk azok, akik a kisebb halakat megeszik, és akik majd a mi pénzünkkel kizsák. Mert ez nem, gyerekek, nem a magyar tőkéről, meg a külföldi tőkéről szól. Mert hát most őszintén, amikor Romániába olcsón lehetett erdőt venni, akkor hazafia szeretett a magyarok erdőt venni Romániába? Ha? Vagy azért, hogy keressenek? Azért, mert olcsón megvehették, és azt remélték, hogy később drágán túladhatnak rajta, vagy nagy tulajdonuk lesz. Nem így volt? Amikor az OTP elmegy Ukrajnába, és felemeli a csillogó-villogó palotát, és oda a derék ukrán atyafi oda bemegy, akkor az OTP miért ad annak az ukránnak kölcsön? Jótékonyságból? Ugyanazért, amiért nekünk az osztrák kölcsön ad most itt. Keresni akar vele. Mert a kapitalizmus miről szól? Profitról. Fájdalom, de ez van. Becsaptak bennünket. Ezt nem mondták meg nekünk a rendszerváltáskor. Hogy munkanélküliség lesz. Kizsákmányolás lesz. Jön a nagy hal, és mi kicsi halak vagyunk az akváriumban, és lenyel bennünket. És persze, és az emberek frusztráltak. És ilyenkor, mikor frusztráltak az emberek, akkor hajlamosak mindenfajta hitetésre odahajtani a fülüket. És akkor kínálnak nekik baloldali hitetést, liberális hitetést, jobboldali hitetést, nacionalista hitetést, egy kis zsidózás, egy kis cigányozás, mindjárt megvan oldva a probléma. És én nagyon-nagyon szeretnélek kérni benneteket, hogy ebből húzzátok ki a fejeteket. Ne hagyjátok semmilyen izmussal meg áramlattal befolyásolni saját magatokat. Egyre több kereszténytől hallom, hogy antiszemita meg rasszista megnyilvánulásai vannak. A zsidó bankárok okozták a világ gazdaságának az összeomlását. Na és a svájci bankárok? Azok is mind zsidók. És a kínai, meg a francia, meg az amerikai, meg az angol, és az arab olajpénzeket kezelő bankárok is mind zsidók? Hello! És ha beszélsz egy rasszistával, a legszebb az, hogy ez már olyan vallás szintre emelkedett, hogy a rasszista azt mondja, én nem vagyok rasszista, én igaz magyar vagyok. A legnagyobb rasszizmus, hogy az igaz magyarokat elnyomják. De szeretteim, ez egy ország. Ennek az országnak állampolgárai vannak. Értitek? És az állampolgárai vannak ilyenek, meg olyanok. Fekete, meg fehér, meg tarka, meg sárga, meg zöld, meg ferdeszemű, meg kerekszemű, meg sötéthajú, meg izé. Állampolgárai vannak. Nincsenek benne ilyenek, hogy igazi magyarok, meg nem igazi magyarok. Egy országnak állampolgárai vannak. Ez az egyik. A másik, hogy a rasszista azt mondja, miért, mi az a rasszista, mindenre rámondják, hogy rasszizmus. És igen, sokszor rámondják, hogy antiszemita, meg rasszista, olyasmi, ami nem feltétlenül az. És ez se jó. De tudjátok, egy rasszistát honnan lehet megismerni? Vagy egy antiszemitát honnan lehet megismerni? Nagyon egyszerű a dolog. Onnan, hogy ő bűnéül rója fel annak az embernek a származását. Az a bűne, hogy cigány. Az a bűne, hogy zsidó. Az a bűne, hogy román. Az a bűne, hogy szlovák. És ettől te rasszista lesz attól, hogy kiejtett, hogy zsidó. De azt úgy mondod ki, hogy az lehet látni, ez egy bélyeg. És ez most már meghonosodott. A focipályán nem is mondom, mit mondanak. Meghonosodott a parlamentben. Tele vannak vele a hírek, hogy van egy derék ilyen jobbikos ember, aki eddig szalonzsidózott, meg nem szalonzsidózott, és kiderül, hogy az ő felmenője is zsidó. És akkor most ebből ilyen izé van, ilyen táncolás van, hogy most mi a helyzet. Nem azért mond le, mert zsidó, hanem azért, mert hazudott. Na de egy olyan pártban ciki, mert ha egyébként a Schwab lett volna a kedves mama, értitek, vagy nem tudom micsoda, Kun, esetleg Jász, akkor ez a szeppelés nem lenne. De zsidó volt a kedves mama, ebből van a szeppelés. Ezt neki titkolnia kellett, pénzt ajánlott azért, hogy izé, valószínűleg a Schwab lett volna a kedves mama, vagy szerb, akkor kínos lett volna, de nem kellett volna titkolni. Miért kell? Miért baj ez? Azért, mert ezek az emberek úgy gondolkodnak, hogy egy bélyeget lehet emberekre akasztani, hogy zsidó.
Egy bélyeget lehet emberekre akasztani, hogy cigány. Egy bélyeget lehet emberekre akasztani, hogy ilyen, vagy olyan, vagy amolyan. Isten nem ilyen. Istennek az egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy ő nem személyválogató. Minden nemzetben kedves előtte, aki igazságot cselekszik. Ha te Isten embere vagy, és Istenhez tartozónak vallod magad, akkor neked is így kell gondolkozni. Az embert nem a faj, meg a rassz alapján kell megítélned, hanem a tettei, meg a cselekedetei alapján kell megítélned, hogy ő kicsoda. Sokadlagos kérdés, hogy ő melyik népcsoporthoz tartozik. És az is sokadlagos kérdés, hogy abban a népcsoportban milyen gyakran fordul elő bűnözés, vagy ez, vagy az, vagy amaz. Az is sokadlagos kérdés. Ő az érdekes, hogy ő ki. És ha te ez az emberhez úgy közelítesz, hogy rárakasztasz egy címkét, azt se tudod kicsoda, de már elítéled, akkor te milyen gondolkodású bíró lettél? Gonosz gondolkodású bíró lettél. Távol vagy az Isten gondolatától. Egy becsapott, elhitetett ember vagy. Már is az ember gyilkos markában vagy. Mert a Biblia azt mondja, hogy aki ok nélkül gyűlöletet táplál az ő atya fiával szemben, az ember gyilkos. Csak azért gyűlölsz embereket, mert ilyen vagy olyan származásúak. Csak azért kívánod azt, hogy rossz legyen nekik, hogy megbüntessék őket. Akkor te Isten szemében már egy gyilkos vagy. És tudjátok, mi a szomorú? Az, hogy mikor az emberek ezzel jönnek, előjönnek, hatalomra kerülnek, akkor kiderül, hogy nem csak mondják, hanem meg is csinálják. És ezért nagyon fontos, hogy ne kerülhessenek hatalomra. Ezért nagyon fontos, hogy ne kerüljenek olyan helyzetbe, hogy meg is tehessék. És a törvényszegény titkos bűne működik. Nem csak ebben, sok minden másban is. Most csak ezt ragadtam ki. Sok minden másban is működik a törvényszegésnek a titkos bűne. És ez két dolgot eredményez. Azt mondja a Biblia, hogy a szeretet sokakban meghidegül, mert a törvénytelenség megsokasodik. És nagyon vigyáz arra, hogy a szeretet ne hidegüljön meg. És nekünk is, nekem is vigyáznunk kell arra, hogy még a rasszistát is tudjuk szeretni. Ne a rasszizmus szeresd, meg a rasszizmus átszeresd. De nagyon fontos, hogy őt se... Mi se kövessük el ugyanazt a hibát, amit ő elkövet, hogy felcímkézzük, hogy ez csak ilyen ember lehet, semmilyen más. Ez ránk is vonatkozik. Ez a veszély bennünket is fenyeget. Felcímkézzük katolikus, bálványimádó. És így tovább. Rakjuk a címkéket ide-oda. És igazságosak vagyunk? Nem. Nekünk az embert magát kell nézni. Feri is kiemelte a múlt héten, és én is szeretném újból kiemelni. Nincsenek földi szervezetek, amik tökéletesek lennének. Az nem úgy működik, hogy az egyik felekezetben csupa szent van, a másik felekezetben meg csupa tévejgő, vagy hitetlen, vagy képmutató. Ez nem így működik. Ez úgy működik, hogy itt is vannak olyanok, akik az úré, és vannak olyanok, akik nem az úré. Én meg azért erőlködök itt, hogy az úré legyél. A testvérek is azért mondták el a saját történetüket, és én nagyon becsülöm, és nagyon tiszteletre méltónak tartom, ahogy ők szembenéztek az életükkel, és tudnak beszélni tényleg az életük abban, hogy igen, hibát követtek el, bűnt követtek el, és hogy megérdemelték a büntetést, és szembenéztek ezzel. És hány tisztességes, becsületes ember van, aki nem mer a bűn, úgymond tisztességes, becsületes ember van, aki nem mer szembenézni a bűneivel. Keni őket. Igen, a megtérés része az Istennel való kapcsolatunknak. Megtérés nélkül nincs helyreállás. És a megtérés azt jelenti, hogy az ember szembenéz a bűneivel. De ha szembenézel a bűneiddel, akkor tudd meg, hogy Isten téged nem bele akar nyomni a bűneidbe, meg bele akar nyomni a moslékba, meg a koszba, hanem ki akar onnan emelni. De amíg te nem vagy hajlandó szembenézni a bűneiddel, addig Isten nem tudja ezt a dolgot megtenni. Nem tudsz megváltozni. Mert a bűn csalárdsága fogva tart téged. A bűnnek van csalárdsága. János így kezdi a levelét, ha azt mondjuk, hogy nincs bennünk bűn, becsapjuk saját magunkat, az Isten pedig hazuggá tesszük. De ugyanakkor azt is mondja, hogy még nagyobb kegyelmet ad az Isten. Mert azt mondja, hogy alázd meg magad az Isten hatalmas keze alatt, és ő majd fel fog magasztalni téged. Isten tehát nem abban érdekelt, hogy büntessen, hanem abban érdekelt, hogy helyreálljon. De a helyreállás azzal kezdődik, hogy az ember szembenéz a vétkeivel, és szembenéz a bűneivel. Tehát, amit kérni szeretnék, ne címkézzétek az embereket. Szeressétek az igazságot, bennetek van az igazságnak a szelleme,
tanítani fog benneteket az igéről, ha kinyitjátok a Bibliátokat és olvassátok, az igazság szelleme, az igazság igéjét meg fogja eleveníteni a számotokra, és kiképzettek lesztek az igazságban. És akkor nem kellettek aggódnotok, hogy honnan fogom felismerni az Antikrisztust, honnan fogom felismerni a hamis prófétát, honnan fogom felismerni a hamis apostolokat, mert ilyenek is vannak. Nem kell neked aggódnod, mert ha ott van benned az igazság szeretete, akkor fel fogod ismerni, hogy mi a helyes és mi a jó. Azt mondja Jézus, az én juhaim hallják az én szómat. Az idegentől elfutnak, engem meg követnek. Kinek a juha vagy? A hosszú csahos nyelvvel hazaszeretőké? Ahogy a költő mondta. Kinek a juha vagy te? Ha Jézus Krisztus juha vagy, akkor meghallod Istennek a szavát. Ha szereted az Istennek az igéjét, akkor nem fogsz eltévedni. És nem fog, mert az eltévedés hogyan működik? Úgy működik, hogy nem fogadták be az igazság szeretetét az üdvösségükre. Ezért tévelyeknek. És zárásképpen a újfent a Róma levélből szeretnék idézni, és akkor ezzel zárom is soraimat. És még lenne hozzátok egy kérésem, azt mindjárt elmondom. Ahol az apostol nagyon világosan elmondja a legfontosabb dolgot, hogy mi az üdvösségnek, és mi az, a kárhozatnak az útja. A Róma 2-ben van ez a híres ige. Azt mondja. Nincs mentséged, te ítélkező ember, mert amikor más felett ítélkezel, magadat ítéled el, hiszen magad is ugyanazt cselekszed, miközben ítélkezel. Azt pedig tudjuk, hogy az Isten ítélete igazságosan sújtja azokat, akik ilyeneket cselekesznek. Azt gondolod, te ember, aki ítélkezel, azok felett, akik ilyeneket tesznek, holott magad is ugyanazokat cselekszed, hogy akkor te majd megmenekülsz az Isten ítéletétől? És igen, ez a hamis hite van az embereknek, akik ítélkeznek mások felett, hogyha ők másokra kimondják az ítéletet, akkor ők attól jobb emberek lesznek. Akkor már ők, őnekik mindegy, hogy ugyanazt csinálják, de más jól megítéltek, és akkor az ő lelkük ettől jobban van. Ugye? Mondja az ördög példabeszéde, hogy aki mást megaláz, az maga is felüdül. Vagy megveted jóságának, elnézésének és türelmének gazdagságát, és nem veszed tudomást, téged az Isten jósága megtérésre ösztönöz? Te azonban kemény szívvel, megtérés nélkül gyűjtesz magadnak haragot a harag napjára. És mi lesz ez a harag napja? Az, amikor az Isten nyilvánvalóvá teszi, hogy igazságosan ítél. Mert mindenkinek cselekedetei szerint fog megfizetni. Azoknak, akik álhatatosan jót cselekedve törekszenek dicsőségre, megbecsülésre és halhatatlanságra, örök életet ad. Kinek ad az Isten örök életet? Akik álhatatosan jót cselekedve törekszenek dicsőségre, megbecsülésre és halhatatlanságra. De milyen dicsőségre törekszenek? Arra dicsőségre, ami Istentől van. Kinek a megbecsülésére törekszenek? Nem emberekére, hanem az Istennek a megbecsülésére. Nem valami emberi nagyságot vagy halhatatlanságot keresnek, hogy majd kapnak egy mellszobrot, amit jól a galambok meglátogatnak, és akkor majd oda mennek az iskolás csoportok, és akkor valami kis életrajzot is mondanak róluk. Nem ilyen fajta halhatatlanságot keresnek, hanem azt, amit az Isten ígér az őt szeretőknek. És hogyan keresik ezt, azt mondja az írás, hogy jót cselekedve. De nem úgy, hogy na már egy jót tettem, akkor most már örök életem van. Nagyon fontos. Ha megtértél, ha újjászülettél, ez egy nagyon fontos dolog. De az egy jó az életedben. És az írás mit mond? Ezt a jót neked álhatatosan kell cselekedned. Álhatatosan. Mit jelent az, hogy álhatatosan? Kitartóan, következetesen, újból és újból. Ezeknek fizet Isten örök élettel. Akiknek ez az orientáltság, ez az irányultságuk. 8-as vers azt mondja, azoknak pedig, akik viszálykodók, akik ellenállnak az igazságnak, és a hamisságot követik, haraggal és bosszúállással fizet majd. Kiknek fizet haraggal és bosszúállással? Azoknak, akik viszálykodók, ugye itt a görög szöveg azt mondja, akik önközpontúak, önzők, csak saját maguk érdekli őket, semmi más. Ellenállnak az igazságnak, a hamisságot követik, ezeknek haraggal és bosszúállással fizet. Tehát ahhoz, hogy valaki elkárhozhasson, mit kell csinálnia? Újból és újból ellen kell állnia az igazságnak. Őnek is elég csak egyszer. Isten újból és újból meglátogatja őt az igazság beszédével. És neki újból és újból el kell utasítani az igazságot.
És nem elég, hogy elutasítja az igazságot, hanem amikor viszont a hazugság jön hozzá, abban meg gyönyörködik. Olyan jól esik rosszat hallani. Olyan irigy voltam rá. Végre valaki mondott valami rosszat, ez biztos igaz. Drága testvérem, most együtt táboroztunk. Mennyi pletyka van köztetek? Ki gondolta volna? Olyan komoly képpel tudjátok mondani a legelképesztőbb hazugságot is. Hallottam. Na és miért hiszed el? Azért nézzél a szívedbe, hogy miért hiszed el olyan szívesen a másik emberről a rosszat. Ha? Persze az Antikrisztusnak nem fogok hinni. Tényleg? A Gézuka? Komolyan? Azt mondta? Na hát, igaz lehet, igaz lehet. Gyanús volt már, hogy olyan úgy fut vele a szekér. Drága testvéreim, az igazság szeretete, meg a hazugság szeretete ezen a ponton kezdődik az életedben. Nem az Antikrisztusnál, jön az Antikrisztus és azt mondja, na, 666, mutasd a kezed. Nem ezen a ponton kezdődik az igazság, meg a hazugság szétválasztása. De azok az emberek, akik az igazságot következetesen újból és újból félretolják, de ha hallanak valami áldáz nagy hazugságot, ugye Goebbels propaganda miniszter mondta annak idején, az embereknek csak nagyot szabad hazudni. Kis hazugságokat nehezen hiszik el. De minél nagyobbat hazudsz, csak elég sokszor kell ismételni, elég meggyőződéssel kell ismételni. És akkor azt elhiszik. De miért? Miért hitték el a németeket? Hát most megnézzünk egy filmet, jön Adolf bácsi. Azt mondjuk, ki ez a pojáca? És őrültek meg az emberek érte. Haltak meg az emberek érte. Mi ígézte meg ezeket az embereket? Derék, tisztességes német, kultúr németeket. Mi ígézte meg őket? Miért hittek ennek a pojácának? Miért hitték el azt a baromságot, ami kijött a száján? Mert hinni akartak. Hinni akartak. Mert jött a pojáca és azt mondta, nyomorultok vagytok, szegények vagytok, elvesztettétek a háborút, itt a megszálló hadsereg, hiperinfláció van, éheztek, nyomorogtok, minden bajotok van, de én majd elhozom nektek a jólétet. És az emberek azt mondták, mindegy, tudjuk, hogy nem te leszel. Tordján Józsiról se hiszem el, hogy nem tudták az emberek, hogy hazudik. Az a 10%, aki rászavazott. Nem hiszem el, hogy nem látták, hogy a Tordján Józsi kinyitja az a magyar földműves, és mit tudom én, milyen pártalt, és akartak például. Nem igaz, hogy nem tudták róla, hogy egy pojáca is hazudik. Csak meg! Csak együtt! Építsünk negyedet! Kormányzati negyedet! 100 lépés! Mit tudom én? 40 perc! Hinni szeretnének az emberek. De ha már hinni kell, drága édes testvéreim, könyörgöm nektek, ha már hinni kell, akkor higgyetek az Istennek. Akkor higgyetek az Isten igéjének. Akkor ne a guruknak, a köldöknézőknek, ne a szuperkütyüt árulóknak higgyetek, akkor felhívnak telefonon és megmondják, olyat találtunk ki, mint még senki. Földsugárzás, visszataszító lepedőt. €1000 van neked, csíszimulátor. Fejed mellé teszed minden reggel 10 percig, és olyan jó lesz, hogy csak na. Normális ember nem veszi meg. Ki veszi meg? Aki hinni szeretne. Aki elvesztette a normális ember reménységét arra, hogy boldogulni tud. Meg elvesztette a fonalat az Isten igéjéből. De ha mondom, ha hinni kell, akkor ne a telefonmarketingesnek higgyél. Ne a szájalós embernek higgyél, aki azt mondja, hogy ő, azt kiderül, hogy ő a legnagyobb zsidó. De becsapni csak azt lehet, aki összeszorítja a fogát, és ő hinni akar.
Na, nem ragozom tovább, mert kifutottunk minden létező időből. Oké? Okay? Tehát igen, az igazság beszéde nagyon fontos a számodra. Kapaszkodjatok bele, én ezt szeretném mondani. Nagyon komoly szelek fújnak, nagyon komoly hitetés van már most a világban. És van politikai hitetés, van gazdasági hitetés, van a testeddel kapcsolatban elhitetnek téged, az Úr visszajövetelével kapcsolatban van hitetés, a feltámadással kapcsolatban van hitetés, az igével kapcsolatban van hitetés, apostoli mozgalmak vannak tele hitetéssel, már az emberek a mennybe járnak, meg a pokolba laknak, meg a nem tudom mi micsoda, jönnek vissza, és mondanak egy olyan üzenetet, amit itt elmondunk a pulpitusról, meg mindenhonnan. De, hogyha te olvasod az igében, és nem elég neked, és hallod az ige hirdetést, és nem elég neked, hanem kell valaki, aki visszajött a mennyből, és ő mondja neked, és neked erre van szükséged, akkor tudd meg, hogy ott állsz a hitetés küszöbén. Valami nem stimmel veled. Mert ha tényleg az Úr elragad valakit a mennybe, akkor az hidd el, olyan üzenetet hoz ide, hogy így távol marad a szánk. Ha csak annyit mond, hogy legyetek jók, meg szeressétek az Urat, meg többi vallásos közhelyet, akkor azért gyanakodjál. Legalább. És Isten áldja meg az összes testvéremet, én kívánnám őszintén, járjatok a mennybe, meg a pokolba, ne annyira, de a mennybe mondjuk, stb. Én kívánom nektek, de azért ostobák ne legyetek, hiszékenyek ne legyetek, a hit meg a hiszékenység az nem ugyanaz. És ez fontos dolog, mert az idők végén vagyunk, és az idők végén nagy lesz a hitetés. Azt mondja, a hazugság minden jelével és csodájával, hogyha lehet, akkor elhitesse még a választottakat is. De a választottaknak van, ott van az Isten igéje, ott van a szeretetnek az iránytűje, ott van az igazságnak a beszéde, ott van az igazságnak a szelleme. És hogyha te ezt teszed, akkor nem kell félned semmilyen hitetéstől. Leülsz a Bibliád mellé, és elolvasod, és fog hozzád szólni. És meghallgatod az Isten igéjét, és fog hozzád szólni. De ne bízd ezt rá másra. Rám se, meg senkire se. Ne bízd ezt arra, hogy te lelvész az egész nap, majd vasárnap eljössz ide, és akkor majd megmondják neked a tutit. Ez nem így működik. Amikor itt összejövünk, ez egy különleges alkalom. De neked személyesen kell Istennel kapcsolatban lenni. Neked személyesen kell kinyitnod a Bibliádat. Neked személyesen kell keresned az Urat. Neked személyesen kell, hogy imádkozzál, hogy megszólítsd az Istent. Itt könnyebb. És azért is jövünk össze, hogy könnyű is legyen, és hogy tegyük, és ennek is megvan a funkció. És azt mondja az írás, hogy ezt sem szabad elhagyni. De ha te arra bízod magad, hogy itt el vagy vasárnaponként, és egyébként meg 0,0, az nem jó. Az nem helyes. Nem teszel jót se magaddal, se Istennel, se mással. Tessék visszatérni ezekhez az egyszerű alapvető igazságokhoz. Legyen időd leülnöd a Bibliád mellé. Legyen időd megszólítani az Istent, és kiönteni a szívedet az Isten előtt. Megbeszélhetsz vele mindent. Megkérdezhetsz tőle mindent. Legyen időd keresni Istent. És a keresés az azt jelenti, hogy az ember akar valamit. Nem csak úgy van, hogy na, amikor lesz már vége, letudom. Oké? Hanem szeretne valamit. Vannak céljai, vágyai. Meg akarja szólítani az Istent. Meg akarja kérdezni az Istent. Oké. Tehát, atyám fiai, a kározatnak és az üdvösségnek is ezt kérem, hogy jegyezzétek meg zárszóként. Útja van. Amikik elkárhoznak, nem azért károznak el, mert egyszer elutasították az igazságot, hanem azért, mert újra és újra elutasították az igazságot, és nem csak elutasították az igazságot, hanem amikor viszont a hazugság szólt, akkor boldogan adták magukat, és boldogan rohantak. És ugyanúgy, akik üdvözülni fognak, azok sem azért fognak üdvözülni, mert elmondták a megtérők imáját egy gyülekezetben. Vagy azért, mert bemerítkeztek a vízbe. Ezek fontos, jó dolgok, de ezek csak egy-egy lépés ezen az úton. És ezen az úton tovább kell menni, mert azért merítkeztél be, mert odaszántad magad az Istennek. De ha odaszántad magad az Istennek, akkor legyél az Istené is. És akkor tedd az Istennek a dolgait. És ha ezt teszed, és ezen az úton végig fogsz menni, Isten megígérte, hogy megigazít, Isten megígérte, hogy megszentel, Isten megígérte, hogy használ téged, és Isten azt is megígérte, hogy üdvözíteni fog. Amen. De nehogy azt hitt, hogy két ritust megcsináltál, és ezzel mindenki van pipálva, és akkor a következő 100 évre összes probléma meg van oldva. Nem erről szól a történet. Tanítványságról szól a történet. Az, hogy Jézussal együtt járok, Jézussal együtt élek, és Jézus Krisztus engem megváltoztat. Az ő gondolatai az én gondolataim lesznek, mert az ő tanításain növök fel. Ahogy ő szemléli az életet, én is úgy szemlélem az életet. Ami ő neki fontos, az fontos nekem is. Amiről azt mondja, hogy bűn, én is azt mondom, hogy bűn. Amiről azt mondja, hogy ne tedd, én is azt mondom, hogy ne tedd. És nem akarom tenni, ki akarom zárni az életemből.
Ez így működik. Egy folyamatos növekedés, fejlődés, változás kell, hogy legyen a tanítványság és a keresztény élet. Ez vezet az üdvösségre. Egyszerű neked a katolikusra mutogatni, hogy ő ilyen mechanikus kereszténységet gyakorol, így érzi, és azt hiszi, hogy ettől üdvözül. És azt mondod, ha-ha, nem. De nézzél magadra is. Eljössz a gyülekezetbe, elénekled a dalokat, közben az eszed máshol jár. Na, vajon mi lesz az ebéd? Lehet itt is ülni, meg bármilyen istentiszteleten részt lehet venni, úgyhogy nem használ neked az. Csak egy külső burok rajtad. De az Isten abban érdekelt, hogy élő, személyes közösségben lehessen veled. És íme titkot mondok neked. Ez nem arról van szó, hogy na jó, akkor te nagy kegyesen megengeded az Istennek, hogy akkor mégis izé. Hanem arról van szó, hogy ahogy a testvérek is beszámoltak róla, ha ez megvan az életedben, akkor te lelkesedni fogsz. Mit gondoltok, fenn a mennyben az angyalok meg a szeráfok miért lelkesednek Istenért? Fel vannak húzva, mint az órarugó, minden reggel fel, meg este felhúzzák őket, halleluja, mint a kakukkos óra. Nem. Hanem azért, mert ott vannak Isten közelségében, részesednek Isten személyéből, látják az Isten dolgait, a gondolatait, hallják az Isten szavait. És minden egyes megnyilvánulása az Istennek úgy hat rájuk, mint ahogy a tanítványokra, amikor Jézus lecsendesítette a tengert. A tanítványok miért álmélkodtak ezzel, és miért mondták, Uram, nem azért, mert ez egy betanított emberi parancsolat volt, hanem azért, mert rácsodálkoztak arra, hogy ez ki? Micsoda nagyszerű, milyen csodálatos. És a mennyben is a lényeg nem azért dicsérítik Isten, mert itt voltak sokáig a gyülekezetben, és itt megtanították őket, és már hagyjanak békén, inkább felemelem a kezem, jól van, akkor zapsolgatok kicsit, így is csinálok, meg úgy is csinálok, meg annyit. Nem. Hanem rácsodálkoznak Isten lényének a valóságára, és ez tölti el őket örömmel, ez tölti el őket csodálattal. És azt mondják, hogy fú, fantasztikus az Isten, és ezt tudod, veled is megtörténhet. És akkor lesz igazán jó a dicséret, és akkor nem kell téged tanítani, hogy hogyan tapsoljál, meg hogyan emeld fel a kezed, meg hogyan dicsérd az Isten. Akkor, ha az Isten megérint téged, és ott lesz az életedben az Úrnak az érintése, és ad neked Isten egy kijelentést, egy mustármagnyit, egy villanásnyit megmutat magából az Isten, az lehetetlen, hogy te ne lelkesedjél. Lelkesedni fogsz. Még én is lelkesedni fogok. A magam flegmatikus módján. Amen. Minden élménynél nagyszerűbb és csodálatosabb élmény az, amit az Úrral át tudsz élni. Ne undd meg, és ne hidd el az ördögnek, hogy ezen te már túl vagy, már ezt öreg vagy, már öreg keresztény vagy, meg mit tudom én micsoda. Ne hidd ezt el. Mindannyiunknak erre van szüksége. Az új megtérőnek is erre van szüksége, és az öreg megtérőnek is erre van szüksége, és mindenkinek erre van szüksége. Amen. No.